Köszöntjük Önöket! Elkészült az Óbudai Társaskör első saját produkciója, a Nagy Himnusz Sztori. A Jókedvel, Bőséggel alcímet viselő irodalom és zenetörténeti kalandozásban Nyári Krisztiánnal és Bőszi Ádámmal vehetnek részt a nézők. A himnusz születésének 200. évfordulójára született előadás premierjét január 22-én a Magyar Kultúra Napján Veszprémben az Európa Kulturális Fővárosa program nyitósorozatában tartották, márciusban debutál a Társaskörben. Első podcast adásunk vendége Nyári Krisztián ennek kapcsán, és annak kapcsán, hogy tulajdonképpen ez egy közös produkció, óbudai produkció, társaskörös produkció. Dióhéjban bemutatom a vendéget, bár szerintem ez teljesen felesleges. Kommunikációs szakember vagy, író, szerkesztő, igazgattál kiadót, kreatív igazgató is voltál, és művészeti vezető. De valójában az ismertségedet az írók, költők szerelmi életét feldolgozó kutatásaid hozták meg. Az, hogy kinőni egy online platformot nem lehet, mert ez a legnagyobb platform, te mégis kinőtted ezzel a témával az online kereteket, és az is valahogy paradoxon, hogy ez egy szórakoztató dolog, önmagadat is szórakoztatod, ugyanakkor a tevékenység, a kutatás nagyon komoly dolog. Tehát ez hogy jön össze ez a komolyság és egyben szórakoztató világ benned? Hát szerintem minden szórakoztató dolog mögött van egy nagyon komoly felkészülés. A bohóctól a könnyűzenéig azért, akik csinálják, azok tudják, hogy ez nagyon komoly. Én pedig valami olyasmit csinálok, hogy amit komoly tudósok feltártak, összegyűjtöttek, vagy maguk azok a szerzők, akikkel én foglalkozom, megírtak magukról, ezt elmesélem. Bizonyos értelemben ez egy könnyű műfaj. Valójában én ezt úgy hívom, hogy ez egy ilyen magyarról magyarra történő fordítás. Tehát, hogy szerintem érdekes dolgokat elmesélek egy olyan közönségnek, akiknek az egyébként nem szakmájuk, és nem is egy szaknyelven akarnak olvasni, vagy nem így akarnak hallani róla. Ilyen értelemben író vagy szerkesztő? Olvasó, azt hiszem. Vagy én annak tartom leginkább magamat, sok dolgot olvasok, és van róluk mondani valóm, meg szeretem tovább mesélni. Abban az értelemben író vagyok, hogy könyveim jelennek meg író-olvasó találkozókra hívnak, és akivel ez megtörténik, az egy idő után beletörődik, hogy akkor író. De hogyha nagyon össze kell foglalnom, akkor valójában egész életemben ezt a magyarról magyarra fordítást csináltam, és az életformám az, hogy olvasó. Szemérmes embernek tartod magad, de mindenhol erről beszélsz, hogy nem feltétlenül szeretsz kinyílni az emberek előtt, mégis embereknek a legbelsőbb, legszemélyesebb dolgairól írsz, szerelmi életükről adott esetben. Mit szólnál hozzá, hogyha 100 év múlva a te szerelmi életedet teregetné ki valaki? De nyugodtan. Én már nem leszek ott, tehát részben ez megoldja a szemérem problémákat. Másrészt nehéz dolga lesz, nem csak miattam lesz nehéz dolga, hanem úgy általában nagyon nehéz dolgok lesz, akik egy életutat akarnak majd rekonstruálni, mert nem nagyon tudnak miből dolgozni. A mostani irodalomtörténészek, történészek, művészettörténészek, még akár én is, hátrahagyott dokumentumokból, elsősorban papírokból dolgozunk, és ez nem lesz. Tehát, hogy honnan az e-mailjeimet el tudják majd olvasni, nem valószínű. Számítógépemet nem fogják tudni kinyitni, mert már nem is fognak olyat használni. Nem maradnak ezek meg. Nagyon, erre most jött rá egyébként ez az általában teljes körben mondjuk filológiai szakmának nevezett közösség, hogy itt 20 év már most kiesett jó részt, és nem lehet tudni, hogy mi lesz. Tehát ez egy probléma, de egyébként, ha megmaradna, akkor nyugodtan. Tehát az más dolog, szemérmesnek lenni egy 4 vagy 6 szem közti beszélgetésen, meg más az, hogy az én hátrahagyott mindenféle hagyatékommal ki mit fog kezdeni. Lehet, hogy egyébként az irodalomtörténészeknek úgy át fog alakulni a munkája, hogy már a jelennel is úgy kell foglalkozniuk, hogy már mentik ki a dokumentumokat és elérhető lejegyzett dolgokat a jövő számára? Hát igen, de ez nem csak egy technológiai kérdés, hanem például gondoljatok arra, hogy a levelezés az hogy megváltozott. Nem csak az történt, hogy most már e-mailt írunk és nem papírra, én évek óta nem kaptam élő embertől levelet, robotoktól kapom én is, ami a postaládámban van, és a többi az digitálisan megy nálam is. De onnantól kezdve, hogy nem kell várni addig, míg a címzet megkapja, amit én írok neki, tök mást írok.
mert inkább beszélgetési alakul ez az online térben. Nem kell kalkulálnom azzal, hogy mi jó, egy hét mire olvassak, akkor mindent leírok, hogy legalább addig érvényes legyen. Ezért rövidebben mondatokat elharapva írunk, hát gondolja mindenki az SMS nyelvre. Tehát, hogy ott már más a tartalom is. És ez egy nagyon fontos forrás volt eddig, hogy kik mit, hogyan leveleztek. Nekem nagy írókkal vannak leveleim az e-mailjeim között, de ezeket nem lehet majd kiadni egy kötetben, hogy nem tudom én, Eszterházy Péter összegyűjtött levelei, mert hát ez egy pont olyan levél, mint amit én írok a gyerekeimnek, praktikus információk, mert úgyis meg tudjuk beszélni. És egyébként ugyanez fog vonatkozni a félbehagyott kéziratokra is majd. Tehát adott esetben régi töredékeknek tudtunk örülni, amiket feltártak, találtak. És ez nem lesz, mert szövegszerkesztővel csináljuk, hogy az, hogy hogyan született a, mondjuk a nemzeti dal, azt onnan tudjuk, hogy ott van áthúzva, hogy rajta magyar, és áthúzta, és fölírta, hogy talpra magyar. És a szövegszerkesztővel kitörölte, és nem tudom, hát azt nem fogjuk tudni. Ha egyáltalán hozzáférünk a gépéhez. Nem olyan régen voltam New Yorkban, ahol a New Yorki Városi Könyvtárban ki van állítva a Susan Sontagnak a laptopja. De úgy van megcsinálva, hogy hát mindenki nézegetheti, hogy mind dolgozott utoljára, de törölni persze nem lehet belőle. Na de mindenki laptopjával ezt nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy ezek eltűnnek, ezek az információk. De egyébként te még írsz papírral, tollal? Vagy inkább e-mailezel? Vagy inkább számítógépet használsz? Én ahhoz a generációhoz tartozom, akik először estek bele a számítógépes szövegszerkesztésbe, e-mailezésbe nagyon korán. Tehát még egyáltalán nem volt ez általános, és a 20 éves korom óta nekem az írói eszközöm, hogy digitálisan írok, és kézzel, hát legfeljebb, amikor dedikálok egy könyvet, vagy ilyesmi. És olvasni? Már hogy... Az papír alapon, vagy? Azt csak papíron tudok. Nekem nincsen semmi bajom az e-könyvekkel, sőt, ez egy hasznos dolog, de nem tudom, hogy elfáradok benne, és két oldal után megunom, mert ugye az ember arra tréningeződött az elmúlt években, hogy ami digitális betű, az gyorsan be kell habzsolni, és mert úgyse tudod az egészet, másként olvasunk teljesen egy könyvet, mint ahogy egy internetes portált. És ez valahogy nekem áthatja az e-könyvet is, miközben hát ugyanaz a tartalom, nekem nem jött be, de pedig egy hasznos dolog, repülőgépre milyen jó, meg utazáshoz, de nekem nem működik. Érdekes, hogy én például szakirodalmat azt internetről olvasok, de szépirodalmat nyilván én is kézbe. De nekem például megmaradt, hogy a naptáram, az abszolút kézi naptárat használok. Tehát én ezt a telefonos naptárat nem... Hát sajnos én minden évben, most volt szerintem a harmadik év, hogy már nem veszek ilyen naptárat, mert azt vettem észre legutóbb, hogy áprilisig nem volt benne semmi. Tehát, hogy már azt is digitálisan csinálom, csak a szép tárgyakat szeretem, és akkor volt nekem is mindenféle szép noteszem, de már csak egy tárgy volt, ami a táskámat húzta. Annak, egy picit visszatérnék az olvasásra, annak az embernek, akinek a szakmája az, hogy olvas és ír, de főként az, hogy olvas. Neked is vannak olyan időszakaid, mint szerintem minden hétköznapi embernek, hogy nem tudsz koncentrálni az olvasásra. Persze, hát ez a legnagyobb probléma ma az olvasással, hogy kis túlzással annyit olvasunk egy nap, hogy nincs időnk olvasni. Uh-huh. Ugye zúdulnak ránk a digitális információk olyan mennyiségben, amihez az ember szervezete, nem az idegrendszere nem tud alkalmazkodni. Azt mondják, hogy primér információ, tehát adatban egyetlen nap alatt egy nyugati ember annyi információt kap, mint egy Shakespeare korabeli ember egész életében. Ezt lehetetlen feldolgozni. És gondoljunk bele, hogy olvas egy internetes portált. Címeket nézzük, vastagon szedett részt, képfeliratot, és abból megpróbálunk valami képet kialakítani, hát végig se lehet olvasni. És ez egy hasznos tulajdonsága az embernek, hogy ilyen sporadikus információkból mégiscsak valamit összerak magának, de ez egy másfajta olvasás, mint az, amit mély olvasásnak, fókuszált olvasásnak nevezünk, ahogy egy regényben el lehet merülni, amikor az ember kizárja a külvilágot. És ez nagyon fontos képessége az embernek, hogy ezt tudja, nem csak azért, mert akkor örömben van része, mert el tud merülni egy műalkotásban, hanem azért, mert ez olyan nagyon fontos emberi készségeket, meg képességeket tart karban, tréningben, hogy úgy mondjam, mint a kreativitás, mint az empátia. Mert mi az irodalom végül is a másik ember bőrébe bújás képessége. De még az intelligenciához is van köze, ezt most már természettudósok mondják. És ezért, hogyha ezt elveszítjük, ezt a képességünket, erre a fókuszált olvasásra, akkor ezek a egyéb fontos képességeink is elkorcsosulnak. Ez a rossz hír. A jó hír az, hogy ezt napi 20 perccel vissza lehet hozni, azt mondják.
Tehát, hogyha az ember megteremti magának azt a lefekvés előtt, reggel, kinek, mikor, azt a 20 percet, amikor elolvas egy novellát, vagy két verset, vagy csak folytatja azt a regényt, akkor azt fogja észrevenni, hogy például sokkal kreatívabb. Ez kicsit ugyanolyan, mint az edzés. Ha az ember egyszer abba hagyta, akkor utálatos dolog elkezdeni. Nincs hozzá kedve, hát én most ebbe vagyok. És amikor már aztán mégis elkezdted, és túlestél az első két héten, akkor már nem olyan rossz, egy hónap után meg hiányzik. Na, pont ugyanez, mint a fizikai izomzatunknak az edzés, az agyunknak ugyanez az olvasás. De volt már olyan időszakod, bocsánat, Klári, aztán visszaadom a kérdés lehetőségét, vagy kérdezés lehetőségét, hogy volt már olyan időszakod, amikor kifejezetten ezt a készségedet, vagy ezt a tulajdonságodat, hogy bele tudsz merülni egy szövegbe, hogy ez veszett el mondjuk akár egy trauma hatására, vagy tehát volt olyan időszak, amire visszaemlékszel, hogy akkor kifejezetten ettől szenvedtél, hogy nem tudsz olvasni, mert elkalandozol. A trauma hatására éppenséggel tudok, hanem amikor nagyon sokat kell olvasnom a munkám miatt, akkor az ember egy másfajta olvasással olvas, hát az ilyen partitúra olvasás. Tehát, hogy én el tudok olvasni egy regényt egy nap alatt, ahhoz, hogy tudjam, hogy mi van benne, meg tudom ítélni, hogy jó-e vagy nem jó. De az mégsem az a fajta olvasás, mint amikor az ember csak a saját gyönyörűségére. És mondjuk, amikor elmegyünk nyaralni, hogyha nem elég hosszú a nyaralás, mondjuk csak egy hét, akkor az is a harmadik, negyedik nap, mire ezt meg újra vissza tudom hozni, ezt a fajta nyugalmi, pihentető, fókuszált olvasást, és aztán mindjárt vége a nyaralásnak. Tehát ezt át kell állni az ember szervezetének, az idegrendszerének, úgyhogy ezzel én találkozom. Meg hát persze a fáradtság, meg a stressz, meg a mindennapi információ zuhatag, az pont ugyanazt látja ki belőlem is, mint bárkiből, hogy most éppen akkor sokkal jobb lenne megnézni egy filmet, amivel semmi baj nincsen, csak neurológiai kísérletek vannak erre, hogy amikor olvasunk, akkor az agyunk ugyanazt csinálja, mint hogyha a valóságban megélnénk ezeket a dolgokat. Ennek az oka, hogy ez nem olyan nagyon régi dolog az olvasás, egy 4-5 ezer éve csináljuk, és ez nincs benne a génjeinkben. Minden egyes olvasásnál újra meg kell tanulni az idegrendszerünknek. Ezért van az, hogyha menekülésről olvasunk mondjuk, akkor ugyanaz történik az agyunkban, mint amikor menekülünk. Félelemről, szerelemről, akkor ugyanazok az idegpályák dolgoznak, mint amikor valóban ezt érezzük legyengített formában. Kicsit olyan, mint a vakcina. Megtanítja rá az idegrendszerünket, hogy ez az érzelem egyszer jöhet még. És ez így van a filmmel is, de sokkal legyengítettebb formában, mert ott megkapjuk készen a képet, nem kell a fantáziánkra hagyatkozni. Úgyhogy ezért érdemel. Az olvasásnál jobb ilyen típusú edzés nincsen az agynak egyelőre. És az azt jelenti, hogy inkább olvasó vagy, mint néző? Tehát, hogy inkább könyvet veszel a kezedbe, mint sem megnéz egy filmet? Nem feltétlenül, mert én is sok filmet nézek, meg el tudok én is veszni egy sorozatban, de amikor úgy igazán azt szeretném, hogy kikapcsolódjon minden körülöttem, akkor az olvasás. Még bizonyos értelemben ilyen a színház, mert az is ott is el kell képzelni egy csomó mindent, mert ott meg kell tanulni játékszabályokat, hogy itt most éppen mi hogyan működik, de azt hiszem, hogy az olvasás a tekintetben a leghatékonyabb, meg a legegyszerűbb. Mert azt mondják, hogy ugyanezt az idegállapotot el lehet érni bonyolult matematikai műveletek megoldásával, vagy imádsággal, vagy filozofálással, csak ahhoz mégiscsak kell valami felkészültség. Az olvasáshoz még elvileg nem kell, hanem mindenki a saját kíváncsiságának, hangulatának megfelelő irodalmi szöveget meg tudja találni. És te is szelektálsz, hogy éppen attól aznap milyen állapotban vagy, hogy éppen milyen típusú irodalmat olvasol? Olyan értem, ponyvát, bulvárt, szép irodalmat? Én olvasok mindenfélét, de általában azért valamilyen módon olyat olvasok többnyire, amire ez közön van már, hogy szükségem van rá. És nekem is gyűlnek azok a könyvek, amit hát majd, hogyha lesz időm, elolvasok. Most például elkezdtem olvasni két ünnep között, de persze nem értem a végére messze, egy új fordításban megjelent a Háború és béke, és eldöntöttem, hogy elolvasom újra, azt utoljára 20 éves koromban olvastam, és nagyon jó így elmerülni benne, azzal nem is nagyon lehet más, mint elmerülni benne.
Egyébként ezekre az irodalmi műfajokról átkötve én, most, hogy ugye készültünk belőled, én őszintén eléggé meglepődtem, hogy rengeteg ilyen podcast műsorba elmész, és ne, ezt én mondjuk egy kutatóról nem gondoltam volna, hogy könnyed beszélgetésekben szívesen részt veszel. Ez azért van, mert egy közszereplőnek hozzátartozik az életéhez, vagy tényleg szívesen elmész ilyen? Én azt hiszem, hogy ez a platforma a rádió. És ráadásul, ugye én könyvekkel dolgozom, és általában könyvekről is kérdeznek, meg ezen át kérdeznek saját magamról. Azért az történt, hogy miközben a könyv kiadás az elmúlt 500 évben nem sokat változott, az egy elég tradicionális szakma, az azt körülvevő közvetítő közeg, az viszont radikálisan 5-10 éven belül teljesen átalakult. Tehát nagyon leegyszerűsítve a kulturális sajtó térvesztéséről van szó. Hogy egy vidéki napilapban még 10 évvel ezelőtt is hétvégén volt irodalmi mellék. Bizony. Hogy voltak országos médiában irodalomról, könyvekről szóló műsorok. Ezek ma már nincsenek, és részben pótolják ezek a podcast adások, egyre több van, egyre jobbak, és hát fontos, hogy az ember a saját közönségét, azt a mondjuk így törzs közönségét, ezt valamilyen módon elérje, akár kiadóként, akár szerzőként. De ez nem egy kényszer számomra, tehát én szívesen beszélgetek veletek, mégis ugyanígy beszélgetnénk, akkor is, ha nem lennének itt a mikrofonok, akkor meg már nyugodtan itt lehetne. És amikor te a másik oldalon ülsz, ugye van saját podcast műsorod is, arra mi vit rá? Ugyanez, hogy azt láttuk, hogy én egy rövid ideig voltam a Magvető kiadónak a vezetője 2015-16-ban, és akkor még, amikor megjelent egy fontosabb új könyv, akkor 70-80 úgynevezett sajtópéldány készült, tehát amit kritikusok, újságírók, könyvismertetéseket készítő újságírók kaptak, és akkor ők kezdtek vele valamit. Ma 5-6. Tehát egyszerűen nincs annyi hagyományos médium, amin keresztül el lehetne érni az olvasót. Márpedig a irodalom az nincsen önmagában, amíg csak le van írva egy könyvben, és nem olvassa senki, az még nem irodalom. Tehát meg kell találni az olvasókat, és a legegyszerűbb, hogyha vannak ilyen például műsorok, amik felhívják a figyelmet, hogy milyen könyvek vannak, amik engem érdekelhetnek. Ráadásul van még egy változás, amire valamilyen módon reagálni kell, az, hogy egyre többen rendelnek online könyveket, ami egy jó dolog, mert az ember a legkisebb faluba is meg tudja rendelni a könyvet, amit megtetszett neki. De egy dolog hiányzik az online könyvvásárlásnál, az a spontaneitás, mikor bemegyek egy könyvesboltba, és csak a borítója alapján leveszek egy könyvet, nem is gondoltam róla, hogy az érdekelne, belelapozok, visszateszem, de mégis utána teszek egy kört, és mégis beteszem a kosaramba. Nagyon sok könyv így kell el, és lehet, hogy aztán a kedvenc szerzőm lesz, vagy megtalálok egy olyan témát, amire nem gondoltam volna. Most annyira követik ezek az online webáruházak, nem csak a könyves világban, mindenütt, a vélt érdeklődési körünket, hogy véletlenül sem engednek bele olyat, amire nem gondolják, hogy az algoritmus készítője minket érdekelhet. És már csak ezért is jók ezek a könyves műsorok, mert hát ha beszélek olyanról, amit te nem tudod, hogy téged az érdekel, de azt gondolod, hogy na hát, majd megnézem. Te mire vagy kíváncsi, amikor abban a székben ülsz, hogy te kérdezel? Mire vagy kíváncsi a másik emberből leginkább? Hát többnyire szerzőkkel beszélgetek, és én nem is akarok úgy tűnni, mint hogyha egy profi újságíró, profi riporter lennék. Ezért úgy kérdezem őket, ahogy egyébként kérdezném, hát és többnyire ismerőseimről, barátaimról van szó. Ezért, és ismerem nagyjából, hogy milyen helyzetben van egy író, amikor ír, vagy amikor már a következő témáját dédelgeti, erről kérdezem őket. Meg általában az olvasmány élményeikről, mert az is érdekes lehet, hogy ők mit ajánlanak, vagy mit tartanak jónak. Tehát igyekszem úgy beszélgetni, mint hogyha otthon vagy a vacsoraasztalnál beszélgetnék velük, mert ez talán hitelesebb, mint hogyha úgy csinálnék, mint hogyha én egy profi riporter lennék. Ez is a titkod szerintem, ahogy az online sorozatodban már a kezdetektől fogva mellőztél minden tudományos allűrt. Szerintem ez hozta meg az igazi sikert. Az a kérdésem, hogy van-e időd egyáltalán az olvasókkal, a kommentekkel foglalkozni? Át szoktad nézni? Nekem volt egy döbbenetes
komment, egy szakmabélénk írta oda a Kozmuca Flóra, Íj és Szabó Lőrinces anyag alá, hogy kit érdekel, hogy ki kivel, és hogy ezek egymás háta mögött mit csináltak, hogy ez neked nem egy tördöfés ilyenkor? Nem, hát mindenki elmondhatja a véleményt. Egyébként a kérdés van, mert sok kérdést is kapok, akkor azokra igyekszem válaszolni. Ez a jó egyébként a Facebookban, hogy ott kialakul egy párbeszéd, és adott esetben nekem az hasznos, mert lehet, hogy kiegészítik olyan információval, amiről nem tudtam, vagy felhívják valamire a figyelmemet, úgyhogy legalábbis ami a saját oldalamon történik, arra odafigyelek. Aztán, hogy valahol megjelenik egy interjú, és akkor ott mit kommentelnek, azt azért nem feltétlenül látom. Szoktál letiltani? Hát én szerintem 10 év alatt 3 embert tiltottam le, de azok ilyen manifest bolondok voltak, tehát hogy ott valami tök másról erőszakosan beszéltek, és a szép szónak sem engedve folytatták, de szerencsére nagyon kevésszer. A saját lányaidat hogyan tanítottad, vagy hogyan vezetted rá a könyvek szeretetére, vagy az olvasásra? Hát jobb módszer nincsen, mint hogy látják, hogy a szülők olvasnak. Azt hiszem, tehát ha kértek könyvet, akkor igyekeztem adni, amiről azt gondoltam, hogy érdekli őket. De egész kiskoruktól szerették, mert például én számos olyan új generációs fiatalt ismerek, akik vagy nagyon soká kezdtek el olvasni, vagy egyáltalán nem. Hát szerintem van egy kulcs, ez az, hogy nagyon sokat kell nekik olvasni, mikor picik. De hát ez is olyan, amit már természettudósok megmondanak, hogy azok a gyerekek, meg hát a statisztika, akiknek sokat olvastak, sokat meséltek fejből, és plusz sokat olvastak nekik kiskorukban, azok, amikor általános iskolába kerülnek, akkor az átlagosnál sokkal jobbak matematikából. Mert az nem meglepő, hogy irodalomból, és akkor ott is olvasnak, hanem egyszerűen olyan tréninget ad az agynak a történetek, és abban logikai utak vannak, hogy a vándorlegény 3 irányba mehetnek. Meg ilyesmik, amik például a matematikai képességeket ilyen módon előre tudják vinni, és minden szempontból azok a gyerekek, akiknek sokat olvastak, azok jobban teljesítenek az iskolában. De mondok még egyet. Én meg szeretnék szembe menni ezzel, mert én speciál 3 gyermeket neveltem föl, és nem volt olyan este, amikor legalább 1-1,5 órát nem meséltem volna, és az én gyerekeim egy könyvet nem olvastak el saját maguk önállóan. Tehát azt képzeld el, hogy még a kötelező irodalmat is, tehát a Rómeó és Júliát is én olvastam föl nekik, mert kép nem, és azóta sem. Van egyébként, van ilyen. Így. És én olyan értelmiségi házaspárt is tudok, hogy szintén 3 gyerek, 2 olvas, 1 nem, és ugyanazt kapták. Hát ez alkat is, és inkább az a probléma, hogy ma már az iskola ebben kevesebbet segít, mint segített, sőt néha igazából ellenébe megy. Képzeljétek el, hogy nálunk, amikor én 6 éves voltam, bár lehet, hogy ez máshol is van, nekünk kaptunk kitűzőt, amikor megtanultunk olvasni, és ez büszkén viselhette az, aki már 6 évesen, mit tudom én, nem tudom, a tanár mi alapján mondta azt valakire, hogy már tud, de gondolom, aki összefüggően elolvasott egy kisebb szöveget, vagy egy mondatot, ő már elnyerhette ezt a kitűzőt. Szerintem ez egy tök jó dolog. Biztos, hát egy csomó trükk van, nagyon sok minden múlik a pedagógusokon, csak nagyon meg van kötve a kezük, és az iskola nem mindig használ annak, hogy az ember olvasó legyen, más nem mondjak azért, mindenki gondolja csak a középiskolára, ne is az általános iskolára, hogy ugye a legnehezebbekkel kezdődik, mert hogy kronológikus sorrendben tanulunk Magyarországon, és akkor Szigeti Veszedelemtől, a Odüsszeján keresztül a... Nálunk volt Harry Potter azért. De az nem középiskolában van. Az még általánosban. Lehet. De hát, hogy ezek a nagyon nehéz dolgok, elsőben, ami most már ugye 9., azoknak könnyen vehető akadályok, akik otthonról hoztak egy olvasás kultúrát. De akik nem, hát az pokoli nehéz. És amire eljutnának a kortársakig, ha egyáltalán, hiszen általában nem is jutnak el, de legalább a 20. századig, ahol azonos nyelven beszélnek legalább. Tehát a mondatok azt jelentik, amikor le vannak írva, és nem kell egy belső szótárat használni, addigra már ők kicsekkoltak. És ezért ugyanaz van, mint a legtöbb egyéb tudományágnál az iskolában, hogy aki már eleve erős volt, az úgy is megy el, aki viszont nehezen veszi az akadályt, az soha többé nem fog olvasni, és ez óriási kár.
Nekem a Harry Potter kapcsán pont az az élményem, hogy a gyerekeim rongyosra nézték, akkor még DVD volt. Tehát, hogy nem volt olyan epizódja a Harry Potternek, amit legalább 10-szer, 20-szor ne néztek volna meg, és a könyvet a kezükben nem vették. Szóval ebben meg nyilván az van, hogy ez egy egyszerűbb változat, amire az előbb beszéltél jóval korábban, hogy ugye készen kapja, nem kell használni a saját fantáziát, és azért ez kicsit szomorú. De én azt szerettem volna kérdezni, hogy te milyen voltál matekból? Nagyon érdekes, nem voltam igazán jó matekból, nem voltam nagyon rossz, de nem voltam igazán jó, ellenben fizikából nagyon jó voltam, és azon gondolkodtam, hogy mi ennek az oka. És rájöttem, hogy az volt az oka, hogy a fizika tankönyvben voltak történetek. Tehát, hogy ott elmondták, hogy akkor Newton az almával mit csinált. Matekból sose volt ilyen. És nekem ma a történeteken keresztül nyílnak meg ezek a dolgok is, a tudomány is. És valószínűleg ez kellett hozzá, hogy az izgalmas történeteket lássak ebben. És a matekban meg nem volt ilyen izgalmas történet, és egyébként is figyelmetlen voltam, tehát megértettem a képletet, hogy működik, de kiszámolni már nem tudtam, mely nullát eltévesztettem. És valószínűleg vannak olyan típusú gyerekek, mint én voltam, hogy történeteken keresztül be lehet őket rántani egy reál tudományba is. Hát meg azért a pedagóguson is sok minden múlik. Beszéltünk arról, hogy a lányait hogyan szerették meg, vagy szerettetted meg velük az irodalmat. Ugye a Lucáról, Nyári Lucáról nagyon sok szó esik, ő abszolút ott van a képernyőkön, ott van az irodalomban, viszont a másik lányodról nagyon keveset tudni. Ez egy tudatos hátralépés a részéről, vagy miért nem foglalkozik vele olyan sokat a közvélemény? Ez kevésbé érdekli, őt eleve egy reál beállítottságú lány, biológiával akar foglalkozni, és nincs is olyan igénye valószínűleg erre, mint akár a nővérének, akár nekem. Úgyhogy pusztán ezen múlik. Én az iskoláról egyébként akartam, nem, semmi, hogy beszéltünk a matekról, a fizikáról, hogy ehhez képest egy abszolút humán művészeti szakközépbe jártál, vagy gimnáziumba, Szentesre. Jobb is voltam magyarból, mindig, igen, Szentesre jártam, irodalmi drámai tanulzatra. Onnan rengeteg sok színész került ki abból az osztályból. Hát az én osztályomból nem is olyan sok, de az iskolából, aha, vagy ebből a tagozatból nagyon sok. Hát azt hiszem, hogy most már 41-2 éves ez a tagozat, hogy közel 100 olyan színházban, színpadon levő ember van, aki vagy szerzett diplomát, vagy pedig egyszerűen színész lett, és nagyon sok zenész, meg énekes, meg előadó művész, de azért ez egy irodalmi drámai osztály volt, tehát az irodalmon ugyanolyan hangsúly volt, csak hát azokat kevésbé tartjuk számon, de írók is lettek. Neked abban az időszakban mi volt a fejedben, hogy mi lesz belőled, vagy mi volt a terved? Most olvastam egy interjút, ami a Magyar Ifjúság című labban készült velem 18 éves koromban, és ott azt mondtam, hogy talán rendező. Amire én már nem emlékeztem, hogy volt ilyen is. Az irodalom, az pontosabban ugye oda olyan gyerekek kerültek, akik 8-os korukig, ők voltak az osztályban, a kiskakas, a szemétdombon, ő mondta a verset az ünnepségen, meg rám mondták, hogy te biztos színész leszel. És olyan halványan bennem is bennem volt ez, de amikor oda kerültem Szentesre, azt hiszem, hogy 2 hét alatt kiderült számomra, hogy nem, és egyáltalán nem bántam. Mert akkor ott 30 kiskakas volt, és akkor láttam, hogy ki az, aki igazán odavaló, és bennem is volt annyi ambíció, vagy legalábbis erre. Úgyhogy én boldogan mentem a pécsi bölcsészkarra, azzal együtt, hogy egyébként felvételiztem én is a színművészeti főiskolára, azért, mert olyan sokan felvételiztek Szentesről, hogy az első... Színész szakra, vagy rendező szakra? Színész szakra, azért, mert az első rostát azt még Szentesen tartották, és akkor azt mondták, hogy akkor lesz esélye azoknak, akik igazán odavalók, a minél többen felvételiznek, tehát nagy a merítés, hogy ez így volt-e vagy sem, azt nem tudom, de 17-en felvételiztünk, és hát szerencsére nem vettek föl, bár véletlenül tovább jutottam, de aztán onnan már nem, de én addigra már nem gondoltam, hogy és úgy megszabadult az ország egy rossz színésztől. De azokat az éveket a csapatban azért jól töltötted el, gondolom. Persze. Szívésen, vagy az önérzetedet tekintve. Hát sőt, én nagyon sokat köszönhetek ennek. Tehát az, hogy én kimerek állni egy színpadra, most teljesen mindegy, hogy ott irodalomról beszélek, vagy bármi másról, azt ennek köszönhetem. Vagy akár azt, hogy nem okoz problémát megfogalmazni bármit tulajdonképpen. Tehát, hogy ez azért ez egy elég komplex tagozat volt, és nem csak a színészetem volt a hangsúly, sőt,
igazából nem is állította ezt magáról, kívülről ez esetleg így látszott. Úgyhogy én valójában továbbra is abból élek, amit ott tanultam, és nagyon hálás is vagyok ennek a tagozatnak, de nem volt benne a jövőmben, hogy színész legyek. Én egy picit szeretnék ugrani arra, hogy ha már közelítsünk a himnuszhoz egy picit, hogy amikor az van a fejedben, hogy Úristen, valami új dolgot akarok csinálni, akkor mi alapján választasz témát? Tehát, hogy hogy jut eszedbe, hogy erről akarok írni, azzal akarok foglalkozni, speciál, hogy jutott eszedbe, 2020-ban jelent meg ugye a könyv, hogy a himnuszról kellene valami értekezést készíteni. Az pont egy kivétel, mert egyébként nagyon önző módon arról írok, ami engem érdekel. Tehát, hogyha tudományos irodalomtörténész lennék, és az lenne a dolgom, hogy írjak egy korszakmonográfiát, 19. század magyar irodalom, akkor arról is kéne írnom, ami nem érdekel belőle, vagy nem tartom olyan fontosnak. De így rám van bízva, és önző módon válogathatok. A himnuszos könyv az azért más, mert az egyetlen olyan könyvem, ami nem emberekről szól, hanem egy műalkotásnak a történetéről, vagy mindenféle olyan műalkotásoknak a történetéről, amik himnuszként funkcionálnak, és Magyarországhoz, vagy a magyar emberekhez köze van. Az igazából a véletlen hozta, meg a kíváncsiság, tehát, hogy engem mindig érdekelt a 19. század, és azért a himnusz története az meghatározottan a 19. századhoz kötődik. Másrészt pedig érdekel az identitás, hogy hogyan alakul ki egy csoportnak, akár egy nemzetnek az identitás, és ennek milyen jelképei vannak. Tehát ez a kettő már megvolt, de a véletlen az pedig két véletlen történt. Az egyik az, hogy nézegettem a francia nemzeti ünnepen a televíziót nyomkodtam, és egy francia csatornát néztem, egy picit tudok francia, annyira, hogy megértsem, ami a tévében van, de beszélni már sajnos nem tudok. Nos, elég az hozzá, hogy azt egyszer csak arra kaptam fel a fejem, hogy magyarul énekelnek egy díszegyenruhába beöltözött katonai alakulat, a fele fekete, és egy csont fekete, gondolom, szenegáli őrmester akcentussal, de magyarul énekel egy magyar virágéneket. És hát persze rögtön elkezdtem keresgélni az internet, hogy ez mi a fene, és akkor kiderült, hogy ők a Bercsényi huszárezred, akiknek ez a himnuszuk, több mint 200 éve, 250, mert Bercsényi generális fia, Bercsényi László oda menekült a Rákóczi szabadságharc után, létrehozott egy huszárezredet, kétszer fegyvernemet váltottak már, hát nem huszárok, hanem ejtőernyős desszantosok, tehát a legkeményebb katonai alakulat, de továbbra is Bercsényi huszárezred, és ezt a magyar virágéneket, Gyönge Violának eltörött a szára, így kezdődik, ezt magyarul éneklik. Még azt is meg lehet találni az interneten, hogy van leírva franciául, fonetikusan nekik, ahogy megtanulják. Te ez volt az egyik, és akkor ez egy kicsit mint egy időkapszula, hogy minek kell történnie ahhoz, hogy ez így megőrződjön 250 éven keresztül, és himnuszként funkcionáljon. A másik az egy személyesebb élmény, az pedig valamikor az ezredforduló környékén a Városházán dolgoztam, mint kommunikációs munkatárs, és New York testvérvárosa volt Budapestnek, és New Yorkban volt egy rendezvény, ahol én egy ilyen delegációval elmentem. Manhattan kellős közepén volt egy fogadás egy szállodában, és egyszer csak bejött a szállodának a megfelelő embere, hogy kint van egy úriember, és a magyarokat keresi. És hát mondtuk, hogy jöjjön be, ő ide nem léphet be, nem akar bejönni, de hogy ott van az utcán, és hát mondja, illetve, hogy menjünk ki, mert ő nagyon akar valamit. Kimegyünk, és ott van egy, hát inkább a 90-hez, mint a 80-hoz közelebbi rabbi kinézetű ember, hosszú szakállal, egy ortodox zsidó, és kérdezte, hogy hát kik a magyarok, mi vagyunk, hozott egy ajándékot, mondta, majd ideig angolul ment a beszélgetés, majd egyszer csak elénekelte Máté Szakai tájszólással a Szól a kakas már kezdetű dalt. Kiderült, hogy más nem tud magyarul, csak ezt. Ennek a nagyon vallásos ortodox közösségnek, a kalevieknek ez a himnuszuk, mert ők Nagykáló környékéről indultak el, és ez egy magyar nyelvű dal, és ez is mint egy ilyen időkapszula megmaradt. És valószínűleg azért a katonáknál, meg azért ennél a zsidó közösségnél, mert nagyon hagyománytisztelőek, és nem változtatnak semmin. És ezért maradhatott meg, és engem ez elkezdett nagyon érdekelni, hogy van ez a himnuszoknál, és akkor így indult, és persze Kölcseit meg amúgy nagyon szeretem, és akkor régóta tervezgettem, hogy ezt egyszer meg kéne írni, de sose volt rá elég időm, de aztán szerencsére jött a Covid, és akkor tudtam vele foglalkozni.
Ez elképesztő. Ez egyébként az identitással mi magyarok bajban vagyunk, nem? Tehát... Hát azt nem tudom, hogy bajban vagyunk-e, de fontos kérdés, és identitás viták azok vannak, valószínűleg gyakrabban és élesebben, mint gondolom békésebb helyeken, Kanadában vagy Svájcban. Nem, én arra gondoltam, hogy nálunk ugye megosztódik a társadalom abban, hogy mi most vállalhatjuk-e a nemzeti tudatunkat, vagy nem vállalhatjuk. Tehát olyan egészen elképesztő, amikor egy külföldi híradásra kapcsolsz, és egy amerikai bátran beszél arról, hogy a nemzet és a szeretet és a izé és a zászlót hogy viszi, és itt meg ugye bizonytalanok vagyunk abban, hogy mit mondhatunk, mit nem mondhatunk, tehát hogy bennünk valahogy... Azt hiszem, hogy ezért van egy kelet-európai sajátosság is, de biztos, hogy ezen belül Magyarország egy minősített eset, hogy a saját identitásunk, nemzeti emlékezetünk az általában ilyen kudarcokra emlékszik vissza. Hát ezeket sorolja a dicsőséges régi pillanatokat a himnusz, ami egyszer csak aztán jönnek a törökök, és vége van. És hát ott van 1849 tapasztalat a Trianon, 56 holokauszt lehetne sorolni, és hát ezért az emlékezetünkben ezek a negatív dolgok vannak, és hogy akkor ehhez képest hogyan lehet megúszni a történelmet. Ezen azért valószínűleg az átlagos nyugat-európainál többet gondolkodunk, még ha nem is feltétlenül tudatosan, és ez a jelképeinkben is benne van. Ugye az a mindig felmerül, hogy a miénk a legszomorúbb himnusz. Ez bizonyos értelemben igaz, egyébként azért igaz, mert ez nem is klasszikusan egy himnusz, hanem inkább egy ilyen imádság, hogy hát itt mindenféle bűnök voltak, annyi minden rossz történt velünk, hogy hát most már jó lenne, ha megbocsátanál. Körülbelül ugye ezt mondja a himnusznak a beszélője. És hát egy igazi himnusz az meg egy dicsőséges, büszke, előremutató, kicsit ilyen katonai indulószerű. Nekünk meg ez jutott, de pont ez benne az izgalmas, hogy ezt a nép választotta, soha nem a hatalom. Tehát tulajdonképpen 200 év arról szólt, hogy a mindenkori hatalom le akarta cserélni a himnuszt, vagy akart egy új himnuszt, egyáltalán nem vették észre sem, hogy ott van ez, és nem sikerült. Tehát ez az először, amikor törvényt hoznak róla, az 1989 és 1822-ben kezdte elírni Kölcsey. Ilyen nincs még egy. Általában egy himnusz úgy lesz himnusz, hogy egy király vagy egy köztársaság elnök fölkér egy költőt, meg egy zeneszerzőt, hogy csináljátok himnuszt, és fél év múlva ott van. Nekünk meg eltelik 170, nem tudom, hány év, 177, és akkor mondja először hivatalosan az állam, hogy na jó, akkor ez nekünk a zenei jelképünk. És közben megkeresnek mindenféle alternatív verziót, amit meg nem fogadnak el. És szerintem ez is nagyon jellemzi a magyar identitást, hogy azért megmondani se lehet nekünk. Meg hogy ez egy olyan legkisebb közös többszörös ez a himnusz. Hát mégis ez a legismertebb magyar műalkotás. Tehát, hogy nem nagyon tudsz olyan 6 év felüli magyar embert mondani, aki ne tudná legalább felismerni, hogy ez a himnusz, de azért a többsége az első verszaknak a szövegét is tudja. És hát ez egy közösséget is teremt, és valószínűleg vissza is hat. Tehát nem csak az van, hogy milyen sok rosszat megélt, és alapvetően pessimista nép vagyunk, és ezért ilyen himnuszt választunk, hanem talán fordítva is van, hogy azért alkalmazkodunk ehhez a képhez, amit a himnusz mond. Meg van benne egy önfelmentés, ami szerintem nagyon jellemző ránk, hogy megbűnhődtük már. Azért egyébként zeneileg ritka szép szerintem a himnuszunk. A társművészetek közül a zenével milyen a viszonyod? Én nagyon szeretem a zenét, ugye én azok közé tartozom, akik például fölismerik, ha valami hamis, de hamisan énekelnek. Tehát egy megvert zenehallgató vagyok. Tehát én sokféle, nagyon sokféle zenét hallgatok, elég vegyesen. Tehát, hogyha valaki utazom valahova kocsiban, és akkor a tracklistem elindul a telefonomról, akkor csak csodálkozik, hogy azért a heavy metaltól Wagneren keresztül a francia chansonokig ott minden előfordulhat. És hát ugye a zene az azért is nagyon érdekes dolog, mondjuk egy ilyen himnusz tekintetében, mert
Mert kiderül, hogy ezek a dallamok, ezek itt járnak körbe-körbe Közép-Európában mindenképpen, de valójában egész Európában. Kölcsön adjuk egymásnak, ugye a szöveg az megáll a nyelvhatáron, de a dallam nem. És ezért van az, hogy a szlovák himnusz egy magyar népdal zenéjével azonos. Melyik volt előbb, ezt persze nem tudjuk, vagy még csomó ilyen előfordul. És ez nekem nagyon tetszik, mert ez azt mutatja, hogy nincsenek olyan éles határok, mint szeretjük gondolni. Köszönjük, Krisztián, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Találkozunk még az Óbudai Társaskörben. Elbúcsúzunk a hallgatóktól is, és reméljük, hogy velünk tartanak majd a következő alkalmakkor is.